Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Az aradi vértanúkról emlékeztek meg a Perczel Mór iskola tanárai és diákjai Bonyhádon. Idén Vódli Makovics Erika történelem tanár emlékezett meg a vértanúkról. Az esemény végén a résztvevők megkoszorúzták Perczel tábornok sírját. A 13 aradi vértanúról emlékeztek meg a Perczel Mór iskola tanárai és diákjai Bonyhádon. A völgységi városban is hagyománya van annak, hogy ezen a napon a város egykori lakója Perczel Mór sírjánál emlékeznek meg a vértanúkról. És hagyomány az is, hogy a város valamelyik iskolájának tanára emlékezik meg a 48-49-es szabadságharc utáni megtorlás áldozatairól. Idén Vódli Makovics Erika, a Tolna megyei szakképzési centrum Perczel Mór szakképzőiskolájának történelem tanára beszédében kitért arra, hogy napjainkban vajon vannak-e még olyan eszmék, melyekért akár még életünket is feláldoznánk? Vannak-e még számunkra olyan nemes eszmék, amelyekért képesek volnánk életünket is feláldozni? Meghallani hazánk, nemzetünk vagy kisebb közösségeink hívószavát, és készek vagyunk-e ennek érdekében akár megszokott életformánk, biztosnak tűnő egzisztenciánkat is kockára tenni? Szerencsére olyan korban élünk, amikor többnyire nem kell életünket áldoznunk hazánkért, hivatásunkért, világboldogító nagy eszmékért. Viszont feltehetjük a kérdést önmagunknak, képesek vagyunk-e ragaszkodni elveinkhez, meggyőződésünkhöz, eskünkhöz és hivatásunk írott és iratlan szabályaihoz, akkor is, ha ez nem jár számunkra előnyökkel. A szónok kitért arra is, az áldozatok az eseményeket követően legendává váltak, számos irodalmi alkotás őrizte emléküket. Voltak hőstetteik, de hibás vagy téves döntéseik is. Nem voltak tökéletesek. Áldozatuk a szabadságért, elveikért, hitükért, a hazáért meg annyi felemelő példa előttünk. De a legnagyobb példa számunkra, amint méltósággal férfiasan viselték, a mindenható kezébe téve a rájuk mért igazságtalan sorsot. Pannonia, ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők. Az ünnepély lezárásaként a résztvevők Perczel Mór tábornok sírjánál tisztelektek. A koronavírus járvány szociális hatásainak kezelése volt a témája annak a kerekasztal tanácskozásnak, melyet a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda szervezett. A tanácskozásra minden érintett civil szervezetet hívtak, hiszen a szervezők megítélése szerint csak a szoros együttműködés hozhat eredményt a rászorulók kezelésében és a megelőzésben. Már a statisztikai adatok is bizonyítják, hogy a járványügyi helyzet jelentős nyomást helyez a családokra. Nő a gyógyszerfogyasztás, az alkoholos termékek is kedvezően fogynak a boltban, de a házasságok megszakításának mértéke is emelkedőben van. Olyan hatások érik az embereket, melyeket sok esetben egyedül nem tudnak megfelelő módon kezelni. Itt van ez a járványügyi helyzet, ami minden bizonnyal a családokra nagyon nehéz súlyt fektet, hogy összeüljünk szakemberek, akik esetleg segíteni tudnának ebben a helyzetben, hogy minél gyorsabban tudjunk reagálni az adott megkeresésekre. Elsősorban a segítségnyújtásának a lehetősége. Vannak olyan szervezetek, ahol szabad kapacitások vannak a mai napig is, és vannak olyan szervezetek, akik túlterítettek a munkában, hogy egymást segítsük egy munka megosztással, vagy akár egy gyors reagálás és lehetőséggel, hogy minél inkább itt helyben tudjuk megoldani az adott problémákat. Az emberek terheltek, egyre több mentális probléma fordul elő, egyre inkább a vírushelyzet magával ragadja a családokat, és éppen ezért nagyon szükség van arra, hogy itt minél több szakember segítsen a prevencióba, akár a mentális betegségek megelőzésében, de akár a táplálkozástudomány segítségével minden szakember, aki itt jelen van, azon dolgozik, hogy ezt a helyzetet próbáljuk javítani és segíteni a környékben élőket. Szabó Judit, a Kalódi Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány képviselője azt mondja, a partnerszervezetek együttműködésének minőségén múlik a prevenció sikere. Szenvedélybetegek nappali ellátása a mi feladatunk, ami azt jelenti, hogy a függőségekkel kapcsolatos széles spektrumban tudunk segítséget nyújtani a hozzánk forduló családoknak. Lehet az az érintett függőségben szenvedő családtag és a hozzátartozók úgy szintén. A
A COVID helyzet kapcsán, vagy a jelenlegi helyzet kapcsán a tapasztalat az, hogy megnő a szerfogyasztás, vagy a rizikófaktoros, nagyobb veszélyeztetettebb korcsoport, vagy veszélyeztetett célcsoport, az elkezd rosszabb mintázatú drogokat szedni, beszorong, tehát, hogy ez egy valós veszély. A hatékonyságunk annyira sok tényezős, hogy ha valamit ki kéne emelnem belőle, akkor azt gondolnám, hogy leginkább az együttműködésem múlik. A motiváción múlik, nem a miénken. Az együttműködés mienségén, és itt a kliensi kapcsolaton túl beszélek a városban való különböző partnerszervezetekkel való együttműködés mienségén. A kerekasztal hatékonysága az mindenképpen az elköteleződésen múlik, hogy akik itt vannak, amiket beszélünk, problémákat, együttműködési lehetőségeket, azt valóban a jövőben véghez is tudjuk vinni, és mindenki elszántan a maga területén egymást segítve, együttműködve meg tudjuk valósítani azokat a programokat, amiket most így úgy gondolunk, hogy hatékonyan tudja segíteni a jelenlegi járványügyi helyzetet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központjában ünnepség keretében osztották ki a Szentgyörgyvári Károly díjakat. A Bonyhádi Máltai csoport munkájának elismeréseként a csoportvezetője Súrján József is átvehette a kitüntetést. Magyarországon 1989-ben alakult meg a Máltai Szeretetszolgálat Caritas szervezete. 1993-ra már Bonyhádon is életre kelt a segítőszolgálat, melyet azóta is Súrján József vezet. Az idők során, mondja, megváltozott az adakozási kedv. Amikor majdnem egy emberül öltő eltelik már, és megváltoznak a viszonyok a társadalmon belül is, mert azért azt tudjuk, hogy hirtelen a rendszerváltás után rengeteg munkanélküli lett, és ők még viszonylag jól jártak, utána pedig sokan ki tudtak menni külföldre, és az anyagi nyomorúságból valahogy ki tudtak lábalni, de szegények mindig vannak velünk. Ezt maga Jézus mondta, és ezt mi soha nem felejtjük el. Minden alkalommal emlékeztetem máltai társaimat is. Voltak adományozók is, először idősebbek, tehetősebbek, utóbbi években pedig azt figyelem meg, hogy a gyerekeim korosztálya, mondjuk a 35-40-45 év közöttiek a legnagyobb adakozók. Lehet, hogy ez a viszonylagos bőség, vagy hogy jó anyagi viszonyok között vannak a családok, de ebből a jó generációnyi fiatalból rengetegen adományoznak. Az adományok minősége is változott az évek folyamán. Manapság már olyan ruhák is vannak az adományok között, melyek szinte érintetlenek. Világi keresztény szervezet vagyunk, a tagjaink mindannyian római katolikusok, a önkéntes segítőink között akad más felekezetből is, de mi mindannyian azt valljuk, hogy mi Jézus Krisztusnak a követői vagyunk, és mi a szolgáló és az alázattal szolgáló keresztény csoport vagyunk Bonyhádon. Meghatódtam, meg is lepődtem. Nem számítottam rá, nem szoktam én kitüntetést kapni, nem olyan családból származom, szoktuk mondani otthon tréfásan. Meghatódtam, és hálás vagyok az adományozóknak, de elsősorban jó Istennek, hogy megadta azt, hogy én magam is régóta krónikus beteg vagyok, hogy így is tudok segíteni embertársaimnak. Itt olyan kiváló közösség jött össze, körül tudok nézni, mert a többiek mind később léptek be a csoportba. Most van egy alapító tagunk, aki már nem aktív, de őt leszámítva feleségemmel együtt mi 94. októberre óta dolgozunk a szeretetszolgálatban, és ahogy figyelem a mi korosztályunkhoz tartozókat, de a tagság szempontjából mégiscsak fiatalabbakat, hogy szépen lassan betagozódnak ebbe a jó hangulatú, derűs, munkát szerető, munkát kereső és embereket örömmel kiszolgáló csoportba. Nem csak az adományozók sorolhatók be korosztályban jelentősebb számban, hanem azok is, akik segítik a munkánkat, mondja a díjazott.
Az a tapasztalat, hogy a nyugállományba vonuló, de még aktívan dolgozni tudó emberek alkotják a Caritas szervezetekben a törzs gárdát. Bonyhádon is majd mindenki betöltötte a 65. életévét. Vannak olyan tagjaink, akik egyedül élnek, és a egyedül létnél a normális, jó lelkiségű társas kapcsolat vagy csoport az egész biztos, hogy gyógyít is. Mi magunk is rászorulunk nagyon gyakran, de ugyanakkor igyekszünk, és mindig mondom a társainknak is, és ettől is vagyunk mi keresztény csoport, hogy naponta többször imádkozunk egymásért, meg az elesettekért, és hogy az ember napi olvasmánya legyen az evangélium, mert ha ezt nem tennénk, nagyon hamar elkopnánk. Kiállítás nyílt a Kölesi Díszítő Művész Szakkör által készített fehér hímzésekből Bonyhádon, a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A vándorkiállítás célja, hogy minél több emberrel megismertessék Kölesdet és az onnan származó hagyományos fehér hímzést. Kölesdi zönge népdalkör nyitotta meg a Díszítő Művész Szakkör fehér hímzéseiből álló tárlatot október 7-én Bonyhádon, a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A minden esztendőben bővülő vándorkiállítás 14 éve indult útnak. És hogy mi a cél a kiállítással? Ezzel a kiállítással és minden vidéki kiállítással, hogy megismertessük Kölesdet, mert én a megnyitómban, én szoktam megnyitni, mert most miért mondjam el valakinek, amikor én tudom, akkor tulajdonképpen nem csak a hímzésről beszélek, hanem Kölesdről, meg hát több mindenről, a kölesdi népviseletről. Tehát azt szeretnénk, hogyha minél többen megismernék, hogy Köles sokszínű. A kölesdi díszítőművész szakkör 3 éve ünnepelte a 40. évfordulóját, és a 40. évforduló után, illetve nem már a 30. évforduló után úgy gondoltuk, hogy nem Kölesden állítunk ki, hanem vidéken, mert hát ugye 30 év alatt minden évben Kölesden voltunk, és már mindenkinek a könyökén jön ki a kölesdi fehérhímzés, és akkor így elkezdtünk tájolni. Először a szomszéd falvakba, Kajdacsra, aztán Siógárdra, Nagydorogra vittük a munkáinkat, és akkor most hát ez a 14. olyan kiállítás, amit vidéken, minden évben máshova. És akkor Pakstól kezdve 2 éve voltunk például a Babits Művelődési Házban, ott is nagy sikerünk volt. Vargáné Kisfalvi Erzsébet szeretné, ha nem veszne el ez a hagyomány és ez a régi szakma, de nehéz utánpótlást találni. A fiatalság nem ér rá kézi munkázni, úgyhogy általában, amikor van megújulás, akkor ugye a nyugdíj körüli, vagy éppen nyugdíjba mentek azok, akik jönnek, és most van egy kis fiatalka, akinek mondtam, hogy neked szeretném átadni, és nem tiltakozott. Amit itt látunk, hát abroszokat, terítőkkel, aztán hát használati tárgyakat, többnyire terítőket, és ezek kis apró dolgok is vannak, amik ugye a maradékanyagokból, és akkor ezt ilyen pohár alá tétnek, meg ilyesminek. És akkor ajándékba is szokták, mennek orvoshoz, akkor nagyon örülnek, amikor ajándékokba visznek ilyen munkákat. Aztán kötényeket is szeretik nagyon a kötényeket, hát most nem, de van, amikor volt már olyan kiállítás, hogy majdnem csak kötényekből állt. Aztán női blúzokat, aztán pici babának garnitúrát, ugye kocsiba garnitúrát, ilyesmiket készítünk. Jellegzetes mintákkal dolgozunk, hát ami nagyon jellegzetes, ugye hát az inda, az tulajdonképpen minden népi hímzésnél megtalálható. Hát nálunk ugye ott a sió, a sárvíz, és akkor ezek adják ezt az inda vonalat, és a szőlő minták, mert ugye egy bortermelő vidék, és akkor a szőlő, és amit sehol nem találtam másutt, az a szőlővirág, az egy nagyon érdekes kis minta. Aztán rozmaringák, meg na most a kölesdi hímzésnél nem csak töltött minták vannak, hanem ahogyha itt végignézi valaki, akkor látja, hogy a lukhímzés az nagyon jellegzetes,
szépen csinálják az asszonyaim, úgyhogy nem egy olyan kiállításunk volt, amikor megkérdezték, hogy ugye ez géppel van, és akkor mondtam, hogy nem, hát itt semmi géppel nem készül, és a nagyobb virágoknak a közepén pedig ilyen pókozásos minta, ami tulajdonképpen a csipkevarrásnak egy variációja. Aztán a széleket, azokat sokszor horgolással fejezzük be, a horgolás is divat volt, a törölközőkön és a szőttes abroszokat, ugye a két szélt azt ilyen horgolással hozták össze, és akkor azt is szívesen csinálják itt a minták szélén, vagy a munkák szélén. Október 29-ig tekinthetik meg az érdeklődők a kölesdi fehérhímzés kiállítást Bonyhádon, a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Pici születésnapi ünnepségre került sor Bonyhádon. Filóné Ferenc Ibolya polgármester ezúttal a 90. életévét betöltött Kőler Jánosnét köszöntette. Az ünnepet elárulta, mi a hosszú élet titka. Kisházi ünnepségre érkeznek a köszöntők Kőler Jánosné Erzsi nénihez. Az idős hölgy most ünnepli 90. születésnapját. Filóné Ferenc Ibolya polgármester a vírusveszélyes helyzet miatt fokozott elővigyázatossággal köszöntötte a ma is jó egészségnek örvendő Erzsi nénit. Kívánok Önnek jó egészséget és további boldog éveket. Tisztelettel Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Ezt szeretném még sok szeretettel átadni. Nagyon szépen köszönöm. Virág, ajándék és természetesen az elmaradhatatlan születésnapi torta is kelléke volt a rövid ünnepségnek. Erzsi néni ipados családban született és egész életében sokat dolgozott. Köszöntésért cserébe elárulta, mi az egészségben eltöltött hosszú élet titka. Nagyon kíváncsi vagyok, szeretem a bort, és nagyon szeretek dolgozni. Az a hosszú élet titka. Ma is, még rendszeresen? Még ma is. Reggel sokáig maradok az ágyban, 8 előtt nem kellek föl. De megyek a kertbe, van, amikor télben jövök előre, mert a meleget nagyon bírom. Meg lehet nézni most is a kertet, tiszta, minden rendben van. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!